Testvéreim, kedves gyülekezet! A napokban elkezdtük olvasni Jakab levelét. Ki ez a Jakab? Jakab, így mondja a Biblia, az Úr testvére. Lehet ezt mindenféleképpen magyarázni, ahogyan mi is testvérek vagyunk egymásnak. Kedves testvéreim, szeretett testvéreim, igen, testvérek lehetünk a hitben, de képzeljük el, olvasom a Márk evangélium a 6. fejezetét, valami különlegeset fogunk hallani. Jézus eltávozott onnan, és aztán eljött a szombat, és tanítani kezdett a zsinagógában. Ez Názáretben van. Sokan hallgatták, álmélkodva szóltak, honnan veszi mindezeket? Miféle bölcsesség az, amely neki adatott, és miféle csodák, amelyeket ez megtesz? Nem ez az Ács fia? A Mária fia? Jakabnak, Józsefnek, Júdásnak és Simonnak az édes testvére? Ez a Jakab, akinek a levelét olvastam, aki egyébként a kis-ázsiai, tehát a törökországi gyülekezeteknek írta, az Jézus édes testvére. Egy vérből való. Valamikor nem hitt Jézusnak, hiszen van egy ilyen történet, hogy megjelentek Mária és a testvérek, és haza akarták vinni Jézust, mert hogy bolondságokat beszél. Ebből az állapotból a pünkösd után a lélek segedelmével ez a bizonyos Jakab megtért. És mint az Úr testvére, Jézus édes testvére, így kezdte el lelki gondozni a kis-ázsiai gyülekezeteket. De bennünket is 2000 év távlatából. Mégpedig oly módon, hogy egy olyan bűnünkre, egy olyan problémánkra irányítja a figyelmet, ami fölött elég hamar és elég gyakran úgy átsiklunk, átlendülünk. Ha valaki olvassa a Jakab levelét, javaslom elolvasni. Az első fejezetben és a 3. fejezetben összesen 4 fejezet van, amiben tanít bennünket Jakab apostol. Tehát ezekben a fejezetekben bizony ez a drága jó Jakab a nyelv, a beszéd bűneiről tanít. És mondom még egyszer, mi ezen elég gyakran, főleg ma, a 21. században, amikor mindenhonnan beszéd áramlik ránk, elég gyorsan túllépünk. Nem nagyon tesszük ezt a gondolkodásunk középpontjában. Na de hát, hogyha egy bibliai levélben kétszer is az Úr testvére a szavak erejéről, a nyelv bűnéről, az emberi beszéd fajsúlyos dolgáról szól, akkor nem kellene komolyabban vennünk az emberi beszédet. Mert Jakab tudja, amit a Biblia végig üzen, az első lapjaitól a szívünkre helyez, hogy a sátán, mondjuk így, a gonosz entitás, az ellenség számára nagyon fontos az emberi beszéd. Mi az emberek azzal vagyunk különlegesek, azzal vagyunk a teremtés csodái, hogy egymással tudunk beszélni. Figyeljük meg, amikor a gyermek megszületik, alig várjuk, hogy megtanulja anya, apa. Nem arra tanítjuk meg először, hogy hogyan kell fűrészelni a fát, hanem arra, hogy kimondja, hogy kommunikálva elmondja, hogy hozzám tartozik, hogy megismert minket. És amikor elkezd nőni a gyerek, alig várjuk, hogy kimondja szépen a szavakat, hogy iskolába irathassuk, mert ha logopédushoz kell járatni, az baj. Akkor nem teljes értékű, se egy pita drágám. Nem engedem még iskolába. Hát nem tudja kimondani rendesen, hogy jépa, jetek, nagyon jó. Minden az emberi beszédben múlik. Az utolsó pillanatunkat is gondoljuk,
vajon mit fog utoljára mondani? Vagy mit fognak nekem mondani utoljára? Az utolsó szavak, azok nagyon fontosak. Ilyen fontos az ember számára a beszéd. És ilyen fontos az ellenséged, az embergyilkos, a gonosz lélek számára a beszéd, olyannyira, hogy a Biblia első oldalától kezdődően kihasználja az ember beszédkészségét. Hogyan történik a képes beszédben a bűneset? Miért bukik el az ember kényszer hatása alatt? Ez az Ádám és Éva történet. Üti valaki a fejüket? Zsarolja őket a gonosz? Hogy nemet mondjanak az Istennek? Nem, hanem beszélgetnek. És ilyeneket mond. Valóban ezt mondta az Isten, hogy ne mehettek a fák gyümölcséről. Mondott ilyet az Isten? Nem. Azért van ezt, tudod, mondja Évának. Ez képes beszéd még egyszer. Azt jelenti az Éva, hogy nő, szó szerint. Azért mondja, hogy elbizonytalanítsa, és ilyeneket mond a sátán. Tudod, azért van az egész, mert Isten irigy. Mutatta Isten az irigysége. Hát az egész világot, az egész teremtettséget a kezébe adja. Azt mondja, sokasodjatok. Gyarapodjatok, töltsétek be a földet, te fogod elnevezni az egész világot, ilyen hatalmat és ilyen megbízatást ad az Isten erre, mit mond, hogyan beszél az ellenség, irigy az Isten. Mert tudja, hogy olyanok lehettek, mint ő. A beszéd, eszköz. A sátán számára a római levélben van, Pál apostol azt mondja, tagjaitokat ne állítsátok a gonosz fegyvereként a bűn szolgálatába. Eszköz, fegyver,